A gyulai képviselőtestület még 2018-ban döntött arról, hogy Libor János díjjal kívánja elismerni az alapellátás területén dolgozó, kiemelkedő teljesítményt nyújtó orvosokat, illetve szakdolgozókat. A június 28-án rendezett eseményen Ködmön Zsolt, az egészségügyi alapellátási intézmény vezetője és Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a vendégeket. A Semmelweis napot minden évben megünnepli az alapellátási intézmény. Ez az az alkalom, ahol a Gyula városában dolgozó összes alapellátási dolgozó megjelenhet, közösen ünnepelhet és emlékezhet meg az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról. Ilyenkor egy kis műsorral szokott készülni az intézmény a dolgozók szórakoztatására, és hát természetesen egy vacsorával látjuk őket vendégül. Makmarci az én nevem, ezt a nevet kedvelem. Mondják is rám, deremek, vidám szemű szép gyerek. Az ünnepség során Krasznai Hanna Csukás István versét adta elő a közönség előtt. A gyulai egészségügyi alapellátással kapcsolatban elmondható, hogy jó évet zárt. Ebben az időszakban újult meg a Zöld Kereszt épülete. Az infrastruktúra nagyon fontos, de talán ennél fontosabb a humán erőforrás, az emberi minőség az egészségügyben, és a Libor Jánosról elnevezett díj pont azokat kívánja elismerésben részesíteni, akik szakmailag is törekszenek a legmagasabb fokra, és emberileg is példaadó magatartást tanúsítanak, mind etikailag, mind pedig a betegekkel szemben. A köszöntő beszédek után az elismeréseket is átadták. 2019-ben Libor János díjban Balog Lászlóné fogászati asszisztens, Csepregi Tíme a fogszakorvos és Seres Ferencné házi betegápoló részesült. Az alapellátásban töltött 20 év elismeréseként a címzetes főorvos kinevezést Horváth Imre házi orvos vehette át. Számomra azért is nagyon nagy megtiszteltetés, mert személyesen is ismertem Libor János főorvos urat, és nagyon tiszteltem, és nagyon nagyra értékeltem, és gyakorlatilag ez még személyes élményeim közé tartozik, amikor vele dolgozhattam, és ő nagyon sok újat tett a magyar egészségügyért, főleg itt ugye a gyulai hármas belosztálynak a fejlődéséért, és azt hiszem, hogy így még sokkal nagyobb megtiszteltetésnek érzem, és nyilvánvaló azok közé bekerülni, akik már ezt a díjat megkapta, mindenféleképpen egy nagy elismerés. A Libor díj, illetve a címzetes főorvosi kinevezés átadása után Libor Jánosra emlékeztek a gyulai alapellátás dolgozói.